Az őszi-téli időszak beköszöntével egyre több a megbetegedés, megnő a forgalom a háziorvosi rendelőkben. Ennek egyik oka, hogy a fűtés beindításával sokkal szárazabbá válik a lakások levegője, ennek következtében a légutak is. Így sokkal fogékonyabbá válunk a különböző megbetegedésekre. Segíthet az otthoni párologtatás, de ezzel párhuzamosan meg kell erősíteni az immunrendszerünket. Az őszi-téli időszak leggyakoribb megbetegedései jellemzően vírusos megbetegedések. Ilyenkor leginkább még antibiotikumra sincsen szükség. Torok fertőtlenítők megfelelő folyadékbevitellel orvosolni lehet ezeket a problémákat. Fontos ilyenkor megerősíteni az immunrendszert. Az antioxidáns hálózat ACE vitaminok bevitelével van néhány olyan gyógynövényes hatóanyag, amely szintén szerepet játszik abban, hogy az immunrendszert megerősítsük. Az echinácea ismert ezek közül, gyömbér, citrusok közül a grapefruit magolaj. Ezek minden bizonnyal megerősítik az immunrendszert, és ezzel sokat segítünk abban, hogy a fertőzések ne jelentkezzenek. A háziorvos hozzáfűzte, természetes úton a C-vitamin citrusfélékkel, az E-vitamin pedig olajos magvakkal juttathatjuk a szervezetünkbe. A betegségek megelőzésében fontos szerepet játszik a pihentető alvás, a sok folyadékbevitel és a rendszeres testmozgás. Egy erős immunrendszerrel és megfelelő hidratáltsági állapottal a hirtelen hőmérséklet ingadozás, a fronthatások következményei is kiküszöbölhetőek. Az influenza szezonra a korábbi tapasztalatok alapján novembertől számíthatunk, akkor már elérhetőek lesznek az ingyenes védőoltások is. Dr. Sós Zoltán hangsúlyozta, a kételyek ellenére mindenkit arra bátorít, hogy vegyék fel az oltást, hiszen ezzel nem csak magukat, hanem a környezetüket is védik. Jogosultság hiányában feliratkozhatják majd a háziorvosoknál, és megvásárolhatják a gyógyszertárakban.